Miért szeretem Vásárhelyt? Az egyik az, hogy kedves utcák. Itt jön a másik buszjáratunk szembe. Tehát mondom, ez az a hely, ahova az összes buszjáratot csomóponttal összefűztük. Többek közt azért, mert volt egy egyébként fogyatékos hölgy, akinek egy nagyon tehetséges kislánya volt, egy idősebb férje, aki meghalt, akik templomba jártak oda mi közösségünkbe. Nagyon sokszor ott volt, és az félelmetes volt nekem is, hogy a férj az nyugdíjas volt már, és ingyen utazott, ő busszal jött. A hölgy az hóba, télbe, bármikor biciklivel jött, mert hogy ő a buszjegyet nem bírja megvenni, a buszbéletet nem bírja megvenni. És a busz az ingyen jár egyébként, már abban az értelemben, hogy a város fizetett 110 milliót évente a buszra, amiből 10 millió volt a jegybevétel. Tehát 100 millió az az állami és önkormányzati támogatás volt rajta, és 10 millió buszjegy. Tehát azt a 10 milliót a város röhögve fölköhögte volna egyébként is, mi pedig megpályáztattuk, kétszer olyan sűrű, nagyobb területet lejáró, több kilométer, nagyobb sűrűség. A Volán 240-ért vállalta volna el az új menetrendünket. Az a vállalkozó, aki megnyerte a pályázatot, és aki egyébként részt vett a terv kidolgozásába is, ő járta a buszokat, megszámolta az utasokat, tehát nagyon sokat belefektetett, az 96 millióért azt hiszem elvállalta. Tehát mi nekünk a városnak korábban 100 millióba került és 10-et fizettek az utasok, most 96 millióba került, tehát mindenkinek olcsóbb, és még ráadásul ingyen utaznak rajta, és kétszerűen sűrű megy. És ez csak a hatékonyság, az átszervezés, odafigyelés. Tehát ez egy jó példa arra, hogy hogyan lehet. Nyilván Budapesten nem lehetne ugyanígy ingyen tömegközlekedést csinálni, de itt Vásárhelyen, ahol ilyen léptékek vannak, itt egy lelkes vállalkozóval, odafigyeléssel, ésszel fantasztikus dolgokat lehet csinálni. Amikor kampány van, akkor ezzel megyünk, és saját költségből megyünk. Én kampányoltam már nagyon sok jelölt mellett az elmúlt 3 évben. Saját pénzemben, saját időmből mentem, nem munkaidőben, nem városi költségen. Ferenc, ugye ő az apósom után lett Ferenc, de apósomnak 3 lánya van, és a feleségem azért lett Felícia, mert ugye a Ferenc és a Felícia állt még, tehát hogy mennyiből legalább a Madok Ramon túl is van némi hasonlóság, tehát ő neki akkor szívességből tettünk egy gesztust, és akkor így lett Ferenc. Lilla a második, a feleségem második neve Lilla, az meg azért lett. Teodóra a harmadik, az én keresztanyám Teodóra. A negyedik Gellért, az ötödik gyermek, ő Emma lett, és aztán lett egy Lóránt, Kanadába született, és a legviccesebb az utolsó, a hetedik gyermek Amerikába született, ő Pál lett, Palika. Az viszont egy vicces módon, a feleségemnek azért tetszett a Palika, ebben a formában Palika, mert a Babar című elefántos mesekönyvben volt egy valószínűleg kis elefánt, akit Palikának hívtak, és valamiért ez tetszett neki, Palika. Apám, anyám János és Katalin, én nekem 2 testvérem van, János és Katalin. Én, mint középső, tehát második fiú, a Péter nevet anyám választotta, de nálunk ezért se az én, se a feleségem nevét valójában nem örökítettük. Hát, azt nem akartuk. Nem magammal kapcsolatban szoktam megfogalmazni, de nekem az egyik kedvenc tárgyam, bár soha nem ezt tanultam, felvételiztem filozófiából az egyetemre. Nem is vettem kellően komolyan, felvételiztem földrajzból, meg hittem a szakra ismeretlen, hogy volt, ez ilyen hobbim volt, így is nagyon sok, tehát 5 diplomám azért van, de hogyha mindent, amit még álmodoztam, megcsináltam volna, akkor biztos, hogy még a földrajz, filozófia és a hittan szakot is elvégeztem volna. Na, ezekre nem került sor. De ettől függetlenül a filozófiát nagyon sokan olvasgattam, gyűjtöttem, iszonyatosan nagy filozófia könyvtáron van. A hátam mögött egyébként pont az a polcon van, ahol a filozófia könyveim vannak, meg a vallás. Abban a nagy nappaliban, a szemben lévő polcokon van történelem, politológia, közgazdaságtan, van egy sarokban természettudomány, feleségem fizikusként végzett, meg van a mi hálószobánkban ott, meg a szép irodalom, meg a szülészet, és a humor, valamint az úti könyvek. Tehát itt tematikusan vannak a könyvek. Szóval a filozófia, mint bölcsesség, igen, az mindig nagyon érdekelt kezdettől fogva, tehát igen, ez egy nagyon fontos kérdés, bölcsnek lenni. 2 dolog határozza meg. Az őszinteség az egyik, tehát én azt nem sem célszerűnek, sem etikusnak nem tartom, amikor valaki nem őszinte. Nem is célszerű. És akkor itt a legfontosabb a bölcsesség, amit mondasz, én ezt úgy szoktam mondani, hogy normális. Tehát, hogy a legtöbb ember, amikor mondom, hogy hülyeségeket csinálnak, mondanak, és a többi, akkor én fogom a fejem, hogy te jó Isten, ez normális. Tehát, hogy én, és a döntésekben is, ha a józanság, nem kell több. Tudod, szokták mondani, hogy ez a józan paraszti észre, átgondolsz valamit. Csak józanok legyünk. És itt a legfontosabb az, hogy hogy lehet például elfogulatlan döntést hozni. Mert a legtöbb ember, ahogy mondják, üléspont határozza meg az álláspontot.
Tehát, hogy teljesen homlok egyenest ellenkezőt képes mondani pusztán azért, mert az ő szemlélete megváltozik. Tudod, és sokszor még el is hiszi magáról, nyilván itt van egy kis kognitív diszonancia is ebben természetesen. Ez a normálisság. Én ezt a bölcsességnek inkább ezt az aspektusát emelném ki. Tudom azt, hogy nekem most mi az érdekem, de mi az igazság. És nem fogom letagadni az igazságot, azt se tagadom le, hogyha hibáztam, azt se tagadom le, hogyha ha nincs igazam valamiben, vagy a másiknak van igaza. Ha Róna Jego mond valamit, akkor igen, persze, igazam van. Akár. Hát miért ne lenne igaz? Hál' Istennek nagyon bölcs és tisztességes szüleim és nagyszüleim voltak, és a nagyszülőktől különösen sokat tanultam. Gyerekkoromban nagyon szerettem velük együtt lenni, hallgatni a régi történeteket. Ez a református értelmiségi anyai nagyszülői ág, ott voltak különösen aranyos történetek erre a józan bölcsességre. Hogy a turbulens történelmi korokban is ők hogyan viselkedtek, ami példát mutat nyilván nekem is, hogy amikor még az egyetemeken zsidó verések voltak, akkor például az én egyik katedrán tanító, egyetemi oktató felmenőm az természetesen mondta, hogy kérem, most menjenek ki, és ezt hagyják, amit nem lehet ki. Tehát, hogy ő ezt például le tudta állítani, de határozottan. Vagy volt egy másik, amikor ez az Arany János versből vett idézet, ugye ez a, ugye, hogyha lecsapják sárral egy arra menő kocsis, akkor nem pöröltem, félreálltam, letöröltem. Vagy amikor, és ez a történet a családban, az egyik felmenőm, valami, nem tudom, közlekedés közben valakinek az útjába volt, nyilván gyalog egyébként, és akkor az vénhülyézte. Na, vénhülye. És akkor így megrántotta a vállát, aztán végül is igaza van. Öreg is vagyok már. Figyelmetlen is voltam. Tudom, hogy igaza van. Tehát nem szitkozódott, nem az középső ujját fölmutatva lóbáltam, hanem megrántotta a vállát, és aztán végül is igaza van. Ezt el lehet így is fogadni. Szóval én azt gondolom, hogy ez a józanság, ez a bölcsesség a normális, hogy legyünk normálisak. Ez elegendő. A nagyapámat nem lehetett megtörni a kommunizmus alatt sem. Őt internálták, de fölmentették, és aztán elvették a jogi diplomáját, de újra kijárta az egyetemet, és a vízügynél lett jogász, onnan ment később nyugdíjba. De egy úrapokorban is úrtípusú ember volt. Mindig nagy tekintélye volt az ismeretsége körében, volt egy természetes személyes karizmája. Ő nekem egy végtelen nagy példaképen volt egész életemben, és ő egyébként egy rendkívül vallásos ember volt, odahaza, én ugye nagyon sok időt töltöttem náluk, ő minden este elmélyedve imádkozott csendben, úgyhogy a szekrényét kinyitotta, ott volt egy ilyen kis házi oltárszerű feszülettel, és az előtt ő csendben magába imádkozott minden este. Ami miatt például én akkor, amikor nem volt divat, a 80-as években nem volt divat vallásosnak lenni, de rólam az osztálytársam is tudták, hogy én egy keresztény, egy hívő vagyok. Tudod, akkor nem volt tényleg az, hogy valaki Isten hívő és nem ateista. Amikor a biológia tanárunk is egyben osztályfőnökünk, egy nagyon kedves asszony azzal jött, hogy már voltak új űrhajósok fönt az égben, látták, nincs Isten. Érted? Tehát ez volt a közhangulat. És akkor fölvállalta a kereszténynek lenni, az nem volt divat. Én bátran vállaltam mindig. Róla mindenki tudta. Bárkivel vitatkoztam róla. Tehát én azt gondolom, ez is mondom azt, hogy konfliktust is fölvállalok bármikor. És ez a nagyapámtól van, azt gondolom én. A nagyapámnak egyébként is a szobájában az ő őseinek a festményei lógtak a falon. Sok festmény. Ezeknek egy része, ami a nagybátyámnak pillanatilag nem kellett, vagy nem fértek már nála, azok most az én hátsó épületemben vannak vásárhelyen. Ugyanúgy, ahogy az a szekrény, aminél imádkozott a nagyapám, az a fotel, aminek a karfájára tette a kezét, ezek ott vannak most nálam. Ezekről sokat mesélt, ezekről az ősökről. Akik ott a festmény, ki, mit csinál, mivel él, mire lehetünk büszkék. Tehát ez a háttér, ez kell. Püszikém, szia püszike. Szia. Összecsavarja a farkát. Ez Hódmezővásárhely. 35% az embereknek a hétköznapi közlekedésére elsősorban kerékpárt használ. Mi család? Ez mind a család. Itt nincs vendég. Zay János kanonoknak ez a címzetes apáti kinevezés, ez egy világi tisztség, és ezért állami kinevezőlevél van. Ez ott volt Gyulán a nagyszüleim padlásán,
és amikor én ezt elhoztam és megnéztem, akkor hát mondom, meg kell nézni, hogy az eredeti vagy nem, és felmentem az internetre, hogy Ferenc József aláírást hogyan tudok szerezni, és pontosan ugyanilyen kinevezésekből van rengeteg. Tehát ez egy valódi, ez az érdekesebben, és hogy akkor ezt kérlek szépen aláírták személyesen. Haviár Gyula közjegyző, szintén egyik, hát ők szülő, tehát mindesetre az én dédanyámnak az édesapja, tehát ők apám, ő közjegyző volt Szarvason. A Haviár háznál most voltunk is egy kampány alkalommal, Szarvason voltam, és ott a helyiek meg is mutatták nekem a Haviár házat a Kossuth utcában, Szarvason. Úgyhogy sok nagyon kedves emlék van itt nekem, a nagyszüleimnek a kredence, konyhabútora például egy ilyen. Az én hát ők szüleim, ők Kossuth Lajos édesapjának, illetve szüleinek a sírját ápolták, ez a dabasi halász család Dabason, illetve a közeli Ceglédről ezen a képen, és ez egy 19. századi fotó, Turinban, vagyis Torinóban, 500 ceglédi zarándok van Kossuth Lajossal lefényképezve, köztük az én ők szüleim is, illetve ennek a szülei, és ez egy eredeti, és ennek a eredete, vagy pontosabban az, hogy mi is van rajta, ez megint egy padláson talált fotó egyébként. Monokon, Kossuth Lajos szülőházában, ez ki van nagyítva az egyik falra óriásba, és oda van írva, mondom, láttam itt a fotót, ott a fotót, és onnan tudom, hogy ez micsoda ez a fotó.